Három hengert tartalmaz az az állvány, amely hirdeti az Önválaszt, mi segítünk elnevezésű programot az 51-es főút melletti bevásárlóközpontban. Az akciót az Országos Kiskereskedelmi Áruházlánc szervezte meg, lehetőséget adva a civil szervezeteknek, hogy anyagi támogatással megszépítsék környezetüket. Az országból több mint 5000 pályázat érkezett, és ezekből választottak ki 208-at, amelyekre már két hete lehet szavazni egy-egy vásárlás után. Minden körzetből három alapítvány kapott urnát, és köztük van az Eperföldi Általános Iskolája is. Egy olyan projektet dolgoztunk ki, amiben az iskolánk udvarát szeretnénk szebbé varázsolni, padokkal, biztonságos kerítésekkel, növényzettel parkosítva gyerekbarátabbá tenni. 4 hétig tart a szavazás, minden vásárló a kasszánál kap egy zsetont, amit a bejáratnál elhelyezett urnák közül az egyikbe tud beledobni. Kalocsán a helyi iskola mellett a keceli önkéntes tűzoltók pavilon építésére lehet voksolni, vagy pedig egy kiskörösi szervezetet segíthet, amely kerti eszközöket kíván vásárolni fogyatékkal élő gyermekek számára. Már lezárult az első hét, és a városunkban eddig a kalocsai iskola Eper parkja kapta a legtöbb támogatást. Jelen állás szerint magas pontszámmal bírunk, de hát ugye június 7-éig tart a kampány, tehát arra kérünk mindenkit, hogy addig tegye meg a szavazatát az Eper Park program mellett. A legtöbb szavazatot kapott alapítvány 400 000 forinttal lesz gazdagabb, mely egy jó kezdő lépés az álmok megvalósulásához. Gyermekek környezetének a szebbítételét szeretnénk ezzel megvalósítani, úgyhogy várjuk a szavazatokat.